Online gazdaképzési tanfolyamot indít a Prosperitáti Alapítvány az 5. pályázati körben nyertesen pályázó mezőgazdasági termelők számára. A képzési rendszer kidolgozásával a Prosperitáti Alapítvány a Prosciencia Nature Alapítvány bízta meg. Az online gazdaképzés célja, hogy bármely számítógépes felületről elérhető legyen a gazdálkodók számára, és a képzés által olyan tudásra tehessenek szert, melyet nagy mértékben tudnak majd hasznosítani a gazdálkodásukban. Annyit tudni kell, hogy bár fiatal gazdálkodó vagyok, a számítógépes ismereteimen azért lenne még mit fejleszteni, ezért megértem azokat az idősebb gazdákat, akik talán egy kicsit óckodva fogadják majd ezt az új rendszert, viszont az ő megnyugtatásukra annyit mondanék el, hogy látva ezt a rövid bemutatót, én azt tapasztaltam, hogy ez viszonylag egyszerűen használható lesz majd, és úgy gondolom mindenki számára egyrészt elérhető lesz, másrészt, hogyha bármifajta fennakadás lesz, akár a falugazdászokhoz is tudunk segítségül fordulni. Én úgy gondolom, ez egy kitűnő dolognak tűnik, de hát a gyakorlat részét azt majd a későbbi ebben meglátjuk. Az online képzési program megindításának ötlete onnan indult, hogy a gazdaságfejlesztési program keretében hirtelen nagy mennyiségű gazdálkodó részesült támogatásban az elmúlt néhány évben. Az elmúlt két évben ugye az integrátorok, a termelőket összefogó nagy gazdasági szereplők is kaptak támogatásokat. És ezek az integrátorok, ezek megvolt, hogy bizonyos követelmény alapján megfelelő fejlesztéseket kell, hogy végrehajtsanak. Ez pedig a beszállítók minőségétől és a megbízhatóságától, az előállított termék mennyiségétől és minőségétől függ, és ahhoz, hogy ez biztosítható lehessen, nekünk fontos volt ezeket a termelőket tudásanyaggal felvértezni ahhoz, hogy mik a kritikus pontok, és hogyan kell elérni a megfelelő minőségű és mennyiségű termelést, legalábbis segítünk ehhez, mert... Jelenleg az online képzés azon gazdálkodók számára elérhető, akik valamelyik integrátorral állnak szerződésben, maga a képzési program több részből áll. A témaköröket, amit feldolgoztunk, az pedig egyértelműen az integrátorok határozták meg. Tehát azokat a mezőgazdasági területeket dolgoztuk ki, amit ez a 10 integrátor felölel, és amit kértek egy személyes megkeresés alkalmával. A rendszer jelen pillanatban 23 mezőgazdasági témakört dolgoz fel, témakörönként átlagban 4 kis film és a hozzá kapcsolódó írásos anyaggal. De a rendszer igény szerint bővíthető, finomítható, javítható, és akár más területeken, mint például az állattenyésztés, vagy mint például a gazdaságfejlesztés, vagy a vállalkozó ismeretek bővíthető a jövőben. Úgyhogy mindenféle formában ki tudja szolgálni az érdeklődők igényeit. A képzés anyagának összeállításához a legjobb és leghozzáértőbb előadókat igyekezték összegyűjteni a program készítői. A képzési program elérhető online a Prosperitáti webes felületén. A megfelelő regisztrációt követően használatba is vehetik azon gazdálkodók, akik nyertes pályázók és szerződésben állnak valamely integrátorral. A közügyek vendége Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgató bizottságának elnöke és Juhász Bálint ügyvezető. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó napot kívánok. Tehát miért tartották fontosnak megszervezni ezt az online képzést a nyertes gazdáknak? Gyakorlatilag a kezdetektől fogva, amikor indítottuk a gazdaságfejlesztési programot, akkor arról beszéltünk, hogy fontos a tudásszint növelése is. Nem csak a gazdák, hanem úgy egyáltalán vállalkozók, vajdasági magyar vállalkozások és termelők körében is, és ezen dolgoztunk eddig is. Apropó egyébként a mai nap pont 3 éve, hogy a Prosperitáti irodák elkezdték munkájukat. Akkor ez véletlen, hogy itt már időzítették a... Véletlenek nincsenek. Mai napon indult el 3 évvel ezelőtt, ez egy úttörő program, gazdaságfejlesztési program elsőként a Kárpát-medencében, és azt gondolom, hogy az online gazdaképzésünk is úttörő kezdeményezés, a virtuális kapukat nyitottuk meg a tudás megszerzése előtt.
Az a helyzet, hogy azért fontos, és azért indítottuk el az integrátorokkal együttműködő sikeres pályázóknak, termelőknek ezt a lehetőséget, mert manapság már a 21. században nagyon fontos az, hogy kövessék a trendeket, az új módszereket is alkalmazzák, és ezáltal hatékonyabban terveljenek, nagyobb hozamot is elérhessenek, jobb minőségű terményt előállíthassanak. Ez jó nekik, mert magasabb áron el tudják adni a termény, de jó a feldolgozónak is, hiszen a termékéhez, a végtermékhez jobb alapanyagot kaptak. Alapvetően több ezer embert szeretnénk képezni. Ugye közel 4500 gazdálkodó van ebben az értékláncban, amit az integrátorok mozgatnak. Ennyi embert nem lehet a klasszikus módon képezni, összegyűjteni, professzorral a terembe leültetni őket, és ezért jött az ötlet, amikor a Prosciencia Naturale Alapítvánnyal átbeszéltük a lehetőségeket, hogy online képezzük. Ők fölmérték, hogy a különböző technikai lehetőséget hogyan használják a gazdák, gazdálkodók, és azt láttuk, hogy van erre nyitottság, használják a mobiltelefonon keresztül, interneten elérik a böngészőket, és akár otthoni számítógépen is, úgyhogy azt gondoljuk, hogy működni fog. 23 modul elérhető, a különböző integrációs területekhez köthetően növelhetik a tudásukat, és reméljük, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Mitől innovatív ez a képzés? Említették, hogy a legjobb szakembereket vonták be a képzés kidolgozásában. Tehát hogy néz ki maga ez az online kurzus? Azt hiszem, hogy mindketten büszkék lehetünk ügyvezető úrra arra, hogy tényleg egy nagyon innovatív képzést indítottunk el, ugyanis módszertanában is innovatív, és tartalmában is innovatív. A módszertan, tehát az online képzés formája, ugye minden digitális és egyéb világnak megfelelő legújabb képzési módszer, gyakorlatilag minden egyetem megnézhetné, hogy ez hogy működik nálunk. Valószínű, nálunk is vannak ilyen képzések, de az egyetemi oktatásban, viszont a képzésben, a gazdák képzésében ez tényleg egy nagyon, nagyon komoly előrehaladás. A tartalmi innováció viszont a magának a képzési struktúrának, tehát a tartalmaknak az innovatív bevezetése, ugyanis én ma összeszámoltam magamban, hogy hány európai uniós elvnek felel meg ez a képzés ilyen formában, nagyon soknak. Ugye itt benne van a vidékfejlesztés, a fenntartható mezőgazdaság, az ökotermelés, maga a képzés, tehát a képzésnek a módszert, az ilyen jellegű képzést támogatja az Európa Unió. Nem véletlen, hogy nálunk is Szerbiában ugye a csúcsvezetés ennek a digitalizációs folyamatoknak a megindítását tűzte ki célul már 2 évvel ezelőtt. Tehát nagyon komoly fejlesztésnek tartjuk ezt, úgyhogy na most ebben ugye részt vettek a Gödöl Egyetemnek a tanárai és az Entai konzultatív központban dolgozó szakértők, tanárok, ugye közös munkával készítették el. Én láttam a folyamatot, részben voltam csak benne, de láttam a folyamat, hogy egy nagyon hosszantartó egyeztetés, szakmai kihívásoknak megfelelő anyagot adtak le. És maga a termék, tehát hogy működik ez a gyakorlatban? Ugye a termelő, a gazda megfogja a mobiltelefonját, és akkor tanul, de ki ellenőrzi le, hogy mit tanult meg, tehát hogy működik ez? Úgy halad, tehát a programnak, tehát ahogy megtanulta az anyagot, kapja a kérdéseket, ha annyi pontot ér el a kérdéseknek a megválaszolásával, hogy a program tovább engedi, akkor mehet a következő tartalma, és így ér el a modulnak a végéig, és akkor, hogyha megvan az a pontszám, amire szükség van, akkor gyakorlatilag megvan az a tudása, vagy letette a vizsgát, ha jól tudom, hogy ez így. Ez így van. És egyébként ez valamilyen föltétel? Tehát ez kötelező megcsinálni a gazdáknak? Ugyanúgy, mint mondjuk a startup képzésen, hogy el kellett végezni egy vállalkozói képzést. Ez ilyen jellegű? Alapvetően igen, de részben.
A 23 modul az ollót szélesre nyitottuk, és mindenki számára elérhető, aki az integrációban részt vesz. Úgyhogy gyakorlatilag a precíziós gazdálkodás, az élelmiszerbiztonság, a méhészeti elméleti alapismeretek, gyakorlati ismeretek, talajerő gazdálkodás, öntözés, fűszernövények termesztése, növénygenetika és a többi marketing és menedzsment ismeretek is mindenkinek elérhetőek. Viszont egyes integrátorok szerződés szerint is kötelezővé tehetnek bizonyos modulokat a szerződésben. Konkrétan úgy áll, hogy képzésben való részvételre kötelezhetik a termelőket, és van is már ilyen jelzés, hogy például a fűszernövény termesztésben ahhoz, hogy hatékonyan tudják ezt végezni a gazdák, ezeket az ismereteket meg kell szervezni, tehát ahol az integrátor kéri, hogy kötelező legyen, ott kötelező is fogjuk tenni azokat a modulokat, ami az adott termelőtetési típusra vonatkoznak, és ezt követni is fogjuk. Egyébként a gazdák számára egyrésztről szakmai, és másrésztről technikai támogatás is rendelkezésre, tehát a belépési problémákkal is tudnak kihez fordulni, de ugyanakkor, hogyha szakmai kérdésük van, akkor arra is fognak választ kapni. A rendszer pedig követi pontosan, hogy melyik modult hányan tekintették meg, hogy amikor elkezdték nézni, olvasni, és a különböző feladványokat ugye almodulonként és modulonként megoldani, akkor milyen tudásszinten rendelkeztek, mire befejezik, milyen tudásszinten rendelkeznek, melyek azok a területek, amik kevésbé ismertek, illetve alaposan elsajátítottak a résztvevők részé, hogy melyek azok, amelyek jobbára. Ez többek között azért is fontos, mert a 23 modul közül azok, amelyekben tömegesen vesznek részt, amelyekben sikeresek tudnak lenni a pályázóink, illetve a termelőink, azokat akkreditálni is fogják. Tehát alapjáraton egy tanúsítvány is jár majd a végén hozzá, amikor a folyamatnak a végére jutunk, amit adott esetben például egy ipart pályázatnál fel lehet mutatni, hogy a 40-50 órás kötelező képzésen való részvételt teljesítették, tehát még ilyen helyzeti előnyt is tud biztosítani egy-egy termelő számára, és mindez Magyarország kormányának és a külgazdasági külügyminisztériumnak Prosperitáti Alapítványok jóvoltából ingyenesen elérhető, egyébként egy egészen komplex és egyáltalán nem olcsó rendszer ezeknek a termelőknek. Értem, röviden még beszéljünk arról, hogy a turizmus fejlesztésbe kívánnak többet befektetni, több figyelmet szentelni a jövőben. Lezárultak a közviták, hol tartanak most ezzel? Ott tartunk, hogy a közel jövőben meghatározásra kerülnek azok a témák, azok a pályázat keretek, amelyek majd ebben az évben kiírásra kerülnek. Nyilván nem csak a turizmusra, hanem a korábban ugye tapasztalt pályázati struktúrában, de az idegenforgalom most kicsit hangsúlyosabb szerepet fog kapni. Ugye tudjuk azt, hogy a turizmus magában véve egy eléggé komplex és összetett dolog, ezért nagyon óvatosnak kell lenni abban, hogy milyen pályázatokkal kezdünk majd, ugye, és aztán ugyanúgy, ahogy a korábban tettük, ugye ebben az ágazatban is, tehát szélesedni fog a pályázatoknak a palettája, tehát hogy milyen témákba fogunk kiírni. Csak röviden szintén a konkrétumokról, tehát mikorra várhatók további pályázatok, erről lehet-e már valamit tudni? Tavasz előtt nem fogunk újabb pályázatokat biztosan, valószínűsíthetően nem tudunk kiírni. Jelen pillanatban a kis összegű, közepes értékű projektjeinknek a megvalósítása pénzügyi lebonyolítása zajlik, viszont nagy erőkkel készülünk az idei évre, és amint a konkrétumok rendelkezésre állnak, akkor mindenkit, ahogy szoktuk, a Pallant televízión keresztül is tájékoztatni fogjuk. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönjük a lehetőséget.